Jótékonysági forradbort és teaárusítást szervezett a Fidesz helyi szervezete a Dózsa téren. Idén 5. alkalommal lehet eljuttatni egy-egy cipősdoboznyi meglepetést a rászorulóknak. 11. alkalommal szervezték meg a Santa Claus Cup elnevezésű nemzetközi jégkorongtornát az U9-eseknek. Köszöntöm nézőinket! Önök a D+ TV híradóját látják. A Fidesz Dunaújvárosi szervezete ismét forralt bort és teát csapolt a Dózsa téren. Az eseményen Galambos Dénes országgyűlési képviselő, Dorkota Lajos, Dunaújváros díszpolgára és Cserna Gábor, a párt helyi szervezetének elnöke is részt vett. A befolyt adományokkal a Dunaújvárosi Kórház eszközbeszerzését támogatják, amely ezúttal egy újszülött melegítő asztal és lélegeztetőgép. Gözölgő forralt borral és teával várta a támogatókat a Fidesz Dunaújvárosi szervezete az adventi időszakban már hagyományosan megrendezett jótékonysági akción a Corner kávézó előtt. Az esős idő ellenére rengeteg adományozó érkezett, akik felajánlásukat az asztalon kihelyezett gyűjtődobozba tették. Az adományokat pedig idén is a Szent Pantaleon kórház javára ajánlották fel. Évek óta csatlakozom ehhez az eseményhez, úgy gondolom, hogy karácsony előtt az ember lelkének minden jót tesz, hogyha adakozik, és ez már megszokottá vált az én életemben is. Úgyhogy mindenféleképpen fontosnak tartottam, hogy eljöjjek ma ide. Az ember ahol tud segít, de most jónak lenne jó. A jótékonysági forralt bor és tea árusításon jelen volt többek között Dorkota Lajos, Dunaújváros díszpolgára és Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője is. Úgy vélik, Dunaújváros kiváló bizonyíték az emberi összefogás erejére. Meggyőződésem, hogy Dunaújváros élén jár egyébként az összefogásban. Gondolok itt Becsét István vagy a három kislány ügyére is. Tehát a dunaújvárosiak nyitottak, segítenek, támogatnak, és ehhez mi egy lehetőséget biztosítunk itt ma. Ahogy a kórház ugye egy nagyobb térséget tölt át, és a választókerületünkben kiemelkedő szerepet tölt be, úgy látjuk itt a adománytevők között is azokat a embereket is, akik a vidéki településekről is jönnek. Köszönöm az adománytevőknek ezt a lehetőséget, és folytatni fogjuk következő években is. Cserna Gábor, a Fidesz helyi szervezetének elnöke azt mondta, a 6. alkalommal megrendezett akció minden évben azonos a Szent Pantaleon bál épp aktuális céljával, és bár a kórház állami intézmény, de Dunaújvárosi. Ismét nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sokan eljöttek, sokan gondolják úgy, hogy attól, hogy a kórház egy állami intézmény, attól még a város intézménye, a város és a térség szakellátását látja el, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez egy ismét egy sikeres rendezvény volt, és engedjék meg, hogy a televízión nézőm nem nagyon békés boldog ünnepet kívánjak. Dr. Mészáros Lajos főigazgató főorvos elmondta, intézményük egy újszülött melegítőasztalt és egy újszülött lélegeztetőgépet kíván vásárolni. Az eszközök értéke együttesen mintegy 1.900.000 forintba kerülne. Több mint 600.000 forint gyűlt össze a bálból, 400.000 körüli a jótékonysági futásból, és a többit pedig még majd meglátjuk. A jótékonysági eseményen mintegy 390.000 forint gyűlt össze. A nagyobb rendőri jelenlétnek, valamint a rendőrségi tájékoztatási felvilágosító kampánynak köszönhetően számottevően csökkent tavaly decemberben a karácsonyhoz köthető bűnesetek száma. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint tavaly decemberben közel 40%-kal kevesebb lopást regisztráltak, mint egy évvel korábban. Az elmúlt év utolsó hónapjában 279 gépkocsit törtek fel, szemben az egy évvel korábbi 569 esettel. A zsebtolvajlások száma is jelentősen visszaszorult, 210 bejelentett bűncselekményt regisztráltak az egy évvel korábbi 695 esettel szemben. Mintegy 180 milliárd évente a belföldi édességpiac forgalma. A legjelentősebb hányadot a kekszek, a táblás és a szeletes csokoládék képviselik egyenként több mint 25 milliárd forinttal. Az ostyák, chipszek, desszertek és cukorkák pedig mintegy 20 milliárd forint forgalmat érnek el külön-külön, közölte a Magyar Édességgyártók Szövetsége. A szövetség fogyasztói kutatásából az is kiderült, hogy a magyar háztartások 93%-a vásárol szaloncukrot, azonban a
mennyiség enyhén csökkenő tendenciát mutat. Becsléseink szerint az éves forgalom 3500-4000 tonna, értéke körülbelül 6 milliárd forint. Angyaldoboz. Ötödik alkalommal szervezik meg Dunaújvárosban az Angyaldoboz elnevezésű adománygyűjtő akciót, amellyel a dunaújvárosiak idén az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesületének segíthetnek. Az adományozónak nincs más dolga, mint hogy egy cipős dobozba tegye a már számára feleslegessé vált, de még jó állapotban lévő játékokat, ruhákat, könyveket, majd ráírja, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánja a doboznyi meglepetést, és eljutassa a gyűjtőpontok egyikére, így például a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói önkormányzatára. Idén mi is csatlakoztunk hozzájuk. Célzottan az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesületének gyűjtjük a cipős dobozokat, amelybe igazából bármi kerülhet. Nyilván, mivel fiatalabbakról beszélünk, így játékokról, fiatalabb ilyen 15 éves korig mondjuk leginkább, és a dobozra ugye rá kell írni, hogy fiúnak vagy lánynak szánják, illetve hogy milyen korosztálynak küldik ezt az adományt. December 20-áig tart ez nálunk, utána az Egyesület elviszi, és utána ugye karácsonykor a karácsonyfa alá kerülhetnek ezek a dobozok. Aprók csatája. 5 országból összesen 16 csapat vesz részt a Santa Claus Cup nevű jégkorongtornán. Az U9-es korosztály számára hagyományosan megszervezett rendezvénynek idén is a jégcsarnok ad otthont. A felvételeken a Dunaújvárosi Acélbikák U9-es csapata küzd az Ajkai Óriások együttesével. A Dunaújvárosi jégcsarnokban 11. alkalommal megrendezett Santa Claus Cup elnevezésű nemzetközi tornán. Ez azonban csak egyike a mérkőzéseknek, hiszen egyszerre 3 pályán folynak a küzdelmek 2 napon át körmérkőzéses rendszerben. Hát azért van jó sok erős csapat, meg vannak gyengébbek. A szigetibikák nagyon jók, én még csak egy U8-as kapus vagyok, U10-ben még nem megszokott, meg egy kicsit erős, de azért nagyon jók ők is, meg mindenki más ezen a tornán. Ezt tudni kell, hogy az a nemzetközi Santa Claus kupa az már 11. évben van, és idén a 2 hétvége egymás után van U10 meg U9, most épp U9-esek versenyeznek. 16 csapat, 5 országból, Csehországból, Szlovákiából, Törökországból, Romániából, meg a Magyarországról. Nagyon színvonalos torna szokott lenni, és most is az első meccseket, amit láttunk, nagyon sok egyforma csapatok, edzők imádják idejárni, és mi annak nagyon örülünk. Az edzők szerint a nemzetközi torna kiváló lehetőség a kicsik számára, nem csak az élményszerzést illetően. Hát megtapasztalnak elég sok mindent, nagyobb iramú meccseket tudnak játszani, összebarátkoznak, megismerkednek egymással. Van eredmény, ami nekik számukra szokatlan, mert itthon nincs, úgyhogy abszolút csak pozitív. A torna maga az nagyon jó, és szuper, jól érzik magukat a gyerekek is. Jó, hogy külföldi csapatokkal tudunk mérkőzni. Ez egy jó lehetőség mindenki számára, vagy sikerélményszerzés szempontjából, reméljük az is lesz, vagy pedig olyan szempontból, hogy láthatjuk, hogy milyen erőt lehet képviselni, milyen szintre lehet eljutni ilyen idősen. A Santa Claus Cup eseményei vasárnapig tartanak a jégcsarnokban. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Jótékonysági forradbort és tea árusítást szervezett a Fidesz helyi szervezete a Dózsa téren. Idén 5. alkalommal lehet eljuttatni egy-egy cipős doboznyi meglepetést a rászorulóknak. 11. alkalommal szervezték meg a Santa Claus Cup elnevezésű nemzetközi jégkorongtornát az U9-eseknek. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne menjenek sehová, mert Főczer Ramona következik az időjárás jelentéssel, aki elmondja, hogy a hétvége hátralévő részében számíthatunk-e havazásra. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
Köszöntöm nézőinket! Vasárnap is szeles marad az idő, kisebb hózápor legfeljebb a hajnali órákban keleten fordulhat elő, másút sok napsütés várható. Hajnalban -6-0, délután 0+4 fokot mérhetünk. Hétfőn néhol viharossá fokozódik a déliesre forduló szél. Többfelé várható gyenge csapadék, havas eső, havazás, ónos eső eleinte északon valószínű, majd ott is egyre inkább eső lesz a jellemző. Napközben északkeleten 3-6, másút 7-14 fokra készülhetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!